Jordán Adél és Szabó Kimmel Tamás. Két művész, akik az életben jól megértik egymást, ám a karrierjük úgy hozta, hogy 4 éve együtt játszanak egy olyan darabban, amelyben rengeteg konfliktus alakul ki köztük. Az előadás azt a kérdést veti fel, hogyan lehet elviselni a másikat egy néhány négyzetméteres lakásban. Azok a nézők, akik ott voltak a Kulturális Központ eme programján, megkapták a választ. Miért, Pipi? Miért csináltad? Miért patkánykodtál velem? Mama, miért panaszolt be a házmesternél a gépen és semmi? A szoboszlói tavaszi művészeti napok keretében Jordán Adél és Szabó Kimmel Tamás előadásában a Bagoly és Cica produkciót láthatta a szoboszlói közönség. Előadás előtt először Tamással beszélgettünk. Ez nem egy mesedarab, sokan félreértik, hanem egy író és egy nevezzük örömlánynak, hogy szépen mondjam, története. Ebből volt egy nagyon híres film, Barbara Streisand volt a női főszereplő, sajnos a fiú főszereplő, nem emlékszem, hogy hívták, a 60-as években, és igazából egy kapcsolati szociovígjáték, vagy nem is tudom micsoda, a két ember találkozása, akik valamilyen indítéknál fogva, vagy indítéktól vezérelve, összezárva kényszerülnek lenni a fiú lakásában, egy kis lakásban, és az ő először utálatukat egymás iránt mutatja be, vagyis hát az ő kapcsolatokat mutatja be, hogy az utálatból hogy lesz aztán egy mindent elsöprő szerelem. Számos érzelem kerül felszínre egy ilyen helyzetben, így volt ez az előadás során is. A közönség egyes jeleneteknél szinte a hasát fogta a nevetéstől. A darabot 4 éve játsszák töretlen sikerrel. Oké, tehát világos, hogy magát valamiféle sérelem érte, de nekem ez sem az a sérelem ér, hogy kidobtak a lakásomból hajnali 2-kor. Kidobták, hát mondtam, azt nem kell. Szóval bevallod, hogy te hallgatok, Fika! Nem vagyok Fika! Te hívtad fel Buldot! És miért? Azért, mert egy hölgy vendégül lát egy finom úri embert? Hát az egy szép kis összeget fogadott el Bora alulnak. És ezt te hogy szúrtad ki? Hogy látsz el a Jó! És ha pénzt fogadtam el, akkor mi van? Egy vidéki előadás merőben más, mint a megszokott kőszínházi helyszín. Más például a színpad mérete, és ehhez alkalmazkodni kell. De azon kívül, hogy a tér adottságai, vagy a hely energiái, vagy hogy éppen milyen sorban vannak elrendezve a nézők, tehát körülbelül ez az, ami különbség, de meg az akusztika mondjuk, de nem tudom, hogy itt milyen, majd meglátjuk az első percben, amikor kiállunk. Igazából ugyanolyan szenvedéllyel és becsülettel csináljuk mi mindenhol, és a nézők is ugyanolyan értőek és figyelőek mindenhol, szóval igazából nem tudok soha különbséget tenni az ilyen kérdésnél, mert ugyanúgy ki kell állnom, és ugyanezt a szerepet meg el kell játszanom, meg Adélnak is, és az mindig, az mindig hasonló. Tehát, hogy amiatt, mert mondjuk itt most nem csak azért, mert láttam, hogy itt egy kisebb a színpad, és a mi díszletünknek forognia kellene, ez most itt ki fog maradni, tehát, de ezt ugye majd a nézők nem tudják, amikor nézik. Ebből a szempontból nekünk egy picit több munka, mert valamit ki kell gyorsan találnunk, hogy akkor ezeket a forgásokat hogyan tudjuk átkötni, vagy helyettesíteni más dolgokkal, de ezen kívül semmi más nem változik. Tehát ugyanolyan előadást fog látni a néző, mint ha mondjuk Budapesten nézni meg a Belvárosi Színházba, vagy ha mondjuk Nyíregyházán nézni meg majd holnap. Mondtad, hogy még időben vagyunk az interjúval, mert hogy az előadás előtt fél órával te már nem létezel, így fogalmaztál. Mi játszik le akkor benned? Hát igazából, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor előadás előtt másfél órával nem szoktam kommunikálni nagyon a külvilággal, csak a játszópajtásaimmal. Ez egyszerűen csak megszokás, meg felkészülési idő, meg átszellemülési idő. Ezt az időt arra fordítom, hogy magamra, hogy olyan állapotba kerüljek, vagy olyan állapotba hozzam magamat, hogy csak és kizárólag a feladatomra koncentráljak. Bár az előadásban a két szereplőnek sok konfliktusa van egymással, a való életben maximálisan megértik egymást, és a próbaidőszak is görülékeny volt. Olvastam az ajánlót erről a darabról, és hát nagyon nagy nevek játszották filmen. Ez nem tett plusz terhet? Nem néztük meg a filmet előtte direkt, és aztán pedig azért nem tett plusz terhet, mert az ember nem azt nézi, hogy akkor jár jól, hanem azt kezdi el figyelni, hogy úristen, kik játszották előttem, és hogy meg fogjuk el tudni azt a lécet át tudjuk elugrani, hanem elkezd foglalkozni jelenetről jelenetre a szereppel, és bontogatja, és megkeresi magában, hogy mi az, ami neki is ugyanazok a motivációi, vagy honnan tud építkezni a saját életéből, ami ehhez a karakterhez passzol. És akkor onnantól kezdve már nem félelmetes ez a dolog. 2, 3!
Tamás azt mondta, 4 éve mutattátok be ezt a darabot, és hogy nagyon nagy siker. Mi lehet ennek a nagy sikernek a titka? Hát az alapanyag is nagyon jó volt. Tulajdonképpen ez egy nagyon sikeres film eleve, tehát nagyon mellé lőni talán annyira esélyünk sem volt. Tulajdonképpen Pelsőci Réka a rendező, és tehát Rékával és Tomival nagyon-nagyon gördülékeny és üdítő volt a próba folyamat. Illetve Tomival is annyira megtaláltuk a hangot már az elején is, és ez az évek során csak fokozódott, tehát hogy most már úgy tudunk improvizálni karakterből egymással, hogy közben a nézőket is szórakoztatjuk, egy kicsit magunkat is, és tényleg szerepből jön, és nagyon jól tudunk már reagálni egymás váratlan megnyilvánulására. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy teljesen elrugaszkodunk az eredeti anyagtól, de mégis valahogy nagyon élő még a mai napig, tehát 4 éve ezt életben tartjuk, ezt az előadást. Ketten vannak végig a színpadon az előadás során, és így játszani nem könnyű feladat. Megterhelőbb, attól függ, egy nagy társulatban is van, hogy az ember végig a hátán viszi a feladatot. Itt egy percnyi szuszanásunk nincs egyikünknek sem. Mondjuk nem is egy hosszú előadásról beszélünk, de azért ez egy koncentrált másfél óra.